Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt még nem látható semmi, de én indítom ezt a jóslást, és megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. A központi témát a halak jelentik. Ezek utalnak az anyagiakra, utalnak a belső értékekre, és ki vagy mi értékes számodra, de mint ahogy mondtam, az anyagiakról is szó van, tehát ügyelj a pénzügyi dolgokra. Itt lesznek fontos beszélgetések az értékekről, az anyagiakat illetően. Mivel a munka, a hivatás összeáll a pénzzel, ez lehet egy kommunikáció a munkát illetően is. Megjelenik itt ez a férfi és utal a te lelki társadra. Lehet, hogy neki az anyagiakat kell rendezni, vagy ő közöl veled valamit, hogy te értékes vagy számára. Itt a felhő azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan, ami a kommunikációt illeti, ami az anyagiakat illeti. A felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt. Persze jelentheti a jövőt is, hogy fél éven belül ő rendezi az anyagi dolgokat. A kereszt jelenti a hitet. Azt is, hogy a sors utatok kereszteződik, és itt van köztetek egy kármikus kapcsolat mély érzelmekkel, hiszen a halak néha az érzelmekre is utalnak. A keresztnél gyakran döntésekről is szó van, hogy ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. De még ott van a felhő, jelenleg ez még olyan átláthatatlan számára. A hold utalhat az anyukájára, az anyai érzelmekre, és jelenti általánosságban az érzelmeket is, a vágyakat, a reményeket, az álmokat, sőt, az is lehet, hogy megjelensz nála az álmaiban, de ő erről nem beszél nyíltan, hiszen a felhő itt megjelenik ennél a jóslásnál, és az olyan, mint egy fátyol, tehát nem tisztázza ezeket a dolgokat, hanem megtartja ő magának. De itt kitisztul valami, hiszen a lilium utal a tisztaságra, az ártatlanságra. Itt a madaraknál beszélgetésekről van szó. Itt tisztázódik valami, de ami az álmait illeti, azt nem közli. Inkább beszél az anyagiakról, a munkáról. Ez a virág, ez a lilium a lunumárt kártyáknál utal a szexuális témákra is. Lehet, hogy ez az ő álma, az ő vágya. Itt megjelenik a hamisság. Vagy van egy hamis személy a háttérben, és figyel benneteket, azt is jelentheti, hogy nem beszél nyíltan az érzelmekről, hiszen itt a hold egy vonalban van a felhővel, és ez egy rossz döntés részéről. Az lenne jó, ha tisztázna bizonyos dolgokat, az anyagiakat, az érzelmeit, és szexuális témákról most nem kellene beszélnie. Itt látható ez a levél, tehát keresi veled a kapcsolatot. Az is lehet, hogy ő kap egy hírt, és ez egy hazugság.
Hiszen ez a ravasz róka jelenthet egy bizonyos szemét, aki hamis, hazudik, neki becsapja őt, tehát óvatosnak kellene lennie, és az lehet, hogy itt pénzügyi dolgokról van szó. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, tenderrel.